Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Híradónk után magazinműsorunkat láthatják. A következő stúdióbeszélgetésben az augusztus 20-ához kötődő programokra kívánjuk felhívni a figyelmüket. Érdemes lesz figyelni, gazdag a választék. Kérem, tartsanak velünk! Megszokhattuk, hogy augusztus 20-án változatos programokban vehetnek részt az ajkaiak és az ide látogatók. Idén azonban valami extra is lesz, valami rendkívüli. Köszöntöm a stúdióban Bábics Valériát, a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központi Igazgatóját. Jó estét kívánok! Kezdjük talán akkor mindjárt azzal, hogy mennyiben fog eltérni az idei augusztus 20-a. Az augusztus 20-a önmagában nem nagyon fog eltérni az eddigiektől, hanem a rákövetkező két nap lesz egy kicsit más. Ugye itt megszokhatták már a városlakók, az ajkaiak, hogy augusztus 20-a köré az eddigi években is épült egy nyári fesztivál különféle programokkal. Most ez a két nap, tehát a 21-22-e egy kicsit visszakanyarodik a település 800 éves évfordulójához, amiről azt gondolom talán elmondhatjuk, hogy nagyon sokan szép és kedves emlékeket őrzünk róla. Ugye volt egy 7-7-es sorozat. Ugye az első 800 évszemével betélkedő sorozat. Igen, az első 800 évnek a betélkedő sorozata, amikor minden egyes városrész egészen fantasztikus és különleges programokkal készült a saját település része életéből. És egy kicsit ezt gondoltuk tovább, és most úgy fog alakulni a történet, hogy Ajkai Randevú címmel a városrészek jönnek be a főtérre, a művelődési központ előtti térre, és ki színpadi programokkal, ki kóstoltatással, ki főzéssel, a saját életéből vett legszebb pillanatokkal egy kicsit visszaemlékezik erre a 800 éves. Tehát ugyanazt fogjuk látni, hallani, ami annak idején lement ott a városrészekben? Azt azért nem mondanám, hogy ugyanazt. Itt ugye azért egy kicsit időbeni korlátok is vannak, meg szabadtéri műsor lévén technikai korlátok is vannak. Itt igazából a városrészek az akkori előadásuknak egy a legjobb, vagy legmozgalmasabb, vagy rájuk legjellemzőbb történetet fogják bemutatni. Van, aki színpadi programokkal készül, van, aki kiállítással készül, vagy főzéssel, kóstoltatással, tehát itt inkább ilyen villanások lesznek. Tehát egy kis kivonat, eszencia abból, ami annak idején lement. Mikor és hol fog erre sor kerülni? Akkor kezdeném azzal, hogy augusztus 20-a is. Térjünk vissza 20-ához, igen. Nemzeti ünnepünk alkalmából a főtérre várjuk a kedves vendégeket, városlakókat Szent István ünnepén. Ott 3:30-kor kézműves foglalkozásokkal, gyerekeknek szóló kézműves foglalkozással és játékligettel várjuk a gyerekeket a parkban. Utána megkezdődnek a színpadi programok. Itt lesz az Ajkavárosi Bányász Fúvós Zenekar és a Mazsorett csoport, őket követi majd a Dynamic Rock and Roll Club, Bahar Has Tánc Egyesület, Ajka Padrakut Néptánc Együttes, Platina Tánc Stúdió, és akkor Pápáról érkeznek elég gyakran és szeretett vendégek Ajkán a Pápai Musical Stúdiónak a képviselői. Az ünnepi köszöntőt követően pedig, nagyon remélem, hogy sokaknak szerzünk örömet a Budapest Bár fellépésével. Ugye egy nagyon különleges zenei csemegéről van szó reményeink szerint, és a Budapest Bárt kiegészítik az énekesek, jelesül Behumi Dóri, Németh Juci, Frank, Keleti András és Kollár Klemenc László lesz énekesek részéről a vendégünk. Akit ugye a Kis Tehénből ismerhetünk egyébként. A Kis Tehénből is ismerhetünk, igen. Tehát azt gondolom, hogy azért elég neves csapat az énekesek sora is, és remélhetőleg ez lesz az a program, ahol aztán igazából lehet a régi dalokra szórakozni. És ahogy már megszokhattuk, augusztus 20-án természetesen tűzijáték zárja a rendezvényeknek, a programoknak a sorát. És információként mondanám el, hogy hosszú évekre visszatekintve szintén a Vörösmarty Általános Iskola udvaráról, tehát úgy kell helyezkedni majd a nagy közönségnek, hogy onnan láthatják a rakétákat. Hány órakor lesz a tűzijáték? A koncert után, nem, a koncert ugye az ünnepi köszöntő után körülbelül 8 óra 5
perckor kezdődik, és várhatóan 21:40-45 környékén kerül sor a tűzijátékra. Tűzijátékra, ez tehát augusztus 20-a. Ez kizárólag az augusztus 20-ai programoknak gazdag program, és akkor utána következik, amivel kezdtünk, ugye a városi ezek bemutatkozása, tehát. Igen, és akkor 21-22-én pedig randevúzunk, tehát a városrészek randevúra várják az ajkaiakat. Ebben igazából mindegyik városrész képviselteti magát, és azt hiszem, hogy mindenképpen el kell, hogy mondjuk, mert a városrészek a 800 éves játékfolyamban is, és az előkészületekből én úgy érzem, hogy most is igazán nagyon jó dolgokat fognak elénk varázsolni. Jelen lesznek tehát a bódéiak, csékutiak, csingeriek, gyepesiek, padragiak, rendekiek és a tósok beréndiek, akik randevúra várják az ajkaiakat a város főterére. Tehát 3 napig vigadhatnak az ajkaiak, akkor igen, ezek szerint ott a főtére. De minden program szabadtéri lesz, ezek minden szerint. Minden program szabadtéri, bár az előrejelzések szerint egy pici eső lesz, de az majd máshol fog leesni, remélhetőleg. Tehát akkor nincs ilyen B-terv, hogy eső esetén esetleg bevonulnak a... Nem tudjuk sajnos ezeket a programokat, nem tudjuk, tehát kint lesz azért mindegyik városrésznek lesz egy faháza, amit a saját ízlése szerint kiállításokkal, kóstolókkal, hadd mondjak néhányat a kínálatból majd, amit a kedves látogatók megkóstolhatnak, lesz rétes, lekvár, gyümölcs, káposztataposást bemutatják, szilvás gombócot is fogyaszthatnak, megkóstolhatják a kukoricaprószát, a velőslecsót, és még rántott tököt is lehet találni majd a faházaknál. Ez ugye a gasztronómiai része, ezen kívül a városrészek részéről bemutatkoznak színpadi műsorral, énekkarok, táncosok, zenészek, lesz vásári komédia, lakodalmas csokor, készfogó, helytörténeti kiállítást is megtekinthetnek majd az érdeklődők, a tolfosztással is megismerkedhetnek, tehát azt hiszem, hogy tényleg egy szép összegzése és lezárása a 800 éves évfordulónak. Ez a 2 nap akkor tehát 21 és 22 csak a városrészekről fog szólni? A városrészekről is, az ajkaiakról, ezen kívül lesznek zárókoncertek, lesznek vendégek mind a 2 napban. Én azt hiszem, hogy itt Ajkán a Dr. Grog együttest nem kell bemutatni. Gazdag Tibor lesz az énekesük a színpadon, mint ahogy ez megszokott. És itt utalnék arra, hogy ez az ajkai randevú, ez egy nagy részben a Pannonvár Színháznak a közreműködésével valósul meg. Ugye emlékeznek az ajkaiak, akik kilátogattak annak idején a városrészeknek a programjaira, hogy Vándorfi László igazgató úr volt a zsűri elnöke, és most érdekességként elmondanám, hogy minden városrész a Pannonvár Színháztól kapott egy mentort, akik segítik a felkészülésüket erre a bizonyos ajkai randevúra. Ugye van, aki a színházi életből tud hozzátenni, és ahogy én részt vettem a megbeszéléseken, nagyon-nagyon lelkesek a Pannonvár Színház művészei, és nagy szeretettel és figyelemmel segítik a városrészeket. Tehát akkor a péntek esti koncert Dr. Grog Gazdag Tibornak a közreműködésével, és szombaton pedig szintén egy koncerttel zárjuk a napot, a Vadfruttik zenekar lesz a záró koncert 22-én este. Szintén egy elég neves is. Szintén egy elég neves, és sokak által kedvelt a zenekar. Úgyhogy nagyon jó szórakozást kívánunk mindenkinek, és örömmel és szeretettel várunk mindenkit a főtérre augusztus 20-21-22-én. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen!